Hölgyeim és uraim! Leírhatatlanul nagy öröm ért engem a héten. Levelet hozott a posta. Már a címzés is sokat mondó volt. Mr. Heller Tamás. Hát még a megszólítás. Kedves Tamás. A levelet dr. Joachim Eindhoff, egy világhíres csomagküldő cég elnök vezérigazgatója írta alá, és arról értesített engem, hogy a cég kompjútere az én nevemet sorsolta ki. És nyertem egyenként 3 darab 2 kilós aranyrudat, egy metálszürke Mercedes személygépkocsi teletankova sípolós kulcstartóval, és egy 3 hetes floridai nyaralást. Madarat lehetett volna velem fogadni, de inkább fogtam a bőröndöt, hozzá fogtam csomagolni, mert egy ilyen Mercedes bazinak csomagtartójába sok minden belefér rám. Csak még azt nem tudtam, hogy a nyaralás alatt hová fogom eldugni azt a 3 aranyrudat. Aztán mutattam a levelet a bejárónőnek, aki elolvasta az apró betűs részt is, és észrevette, hogy a főnyeremény megnyerésére csak akkor van esélyem, ha már említett csomagküldő szolgálattól megrendelek egy rambókést. Hát mi a fején nekem a rambókés, a 3 aranyrúd, a Mercedes meg a nyaralás mellé, de jó, hogy ne tartsanak smuciknak, megrendeltem ezt a rambókést. Kifizettem az árát, és dr. Joachim Eindhoff korrektségére jellemző a postás 3 napon belül ti is kézbesített ezt a remek túlélőkést. Az aranyrudat biztos azért nem hozta magával, mert nem bírta el. A Mercedes meg azért nem kézbesítette ki, mert egy idős postás az nem ért az ilyen modern autókhoz. Bár a postás azt is mondta, hogy az utcánkban mindenkinek hozott egy ilyen főnyereményes levelet, de hát nagy dolog, gondoltam, majd csak Mercedesek fognak parkolni a mi utcánkban. Bár az egy kicsit zavart, hogy a nyaralást a szomszédokkal együttel eltöltsem, akik közül egyik állandóan a rádiót bömbölteti, a másik, a szimpatikusabb, az meg állandóan a feleségét veri. Aztán megtaláltam a szemüvegemet is, és elolvastam a lábjegyzetet, miszerint a rambókés megvásárlása csak a jogot biztosítja nekem arra, hogy részt vehetek a sorsoláson, ahol a főnyereménye 3 aranyrúd, a Mercedes és a nyaralás. Aztán néhány hónap múlva egy bulvárlapban láttam képes beszámolót, megtörtént a sorsolás, de sajnos nem én nyertem, hanem egy bizonyos Joachim Eindhoff. Micsoda mázlista! Micsoda mázlista! Én meg tessék, itt állok ezzel a rambókéssel. Bár a barátaim azt mondják, mindenki, aki ad magára, annak már van egy ilyen rambókése. Van olyan barátom, amelyik ezzel borotválkozik. Én is megpróbáltam, de már nem bírom raktapasszal. De ami igaz, az igaz, van benne iránytű is. Esténként előveszem a rambókésemet. Beállítom az iránytűt, pontosan Florida felé. Ott van Florida, nem. Ott van Florida, ott van Joachim Eindhoff. Majd ezek után trikóra vetkőzöm. Terepszínűre festem az arcomat. Homlokomra hajpántot teszek, mint Sylvester Stallone. És amikor mindezzel megvagyok, leviszem a szemetet a kukába.